Pianissimo Fesztiválnak olyan fiatal résztvevői is voltak, akik alig látszottak ki a zongora mögül. Mégis ügyesen adták elő a számukra előírt darabokat. A tanárok szerint a kicsiket azért vonzza a zongora, mert viszonylag gyorsan meg lehet rajta tanulni egyszerűbb dallamokat. Viszont a komolyabb eredményekhez szorgalomra és kitartásra van szükség. Kis erőfeszítéssel el tudok játszani mondókákat, egyszerűbb dalocskákat, összehasonlítva a hegedűvel, például a zongoránál ez sokkal egyszerűbb. Aztán, amivel még ide tudjuk csalogatni a gyerekeket, az, hogy idővel a tanterv is módosul, igyekszünk minél populárisabb, népszerűbb, szórakoztató zenét is becsempészni a kötelező tananyag mellé. A jazz muzsika is egyre népszerűbb a fiatal zongoristák körében. Két darabbal mentem, egy szonátával, egy Haydn szonátával, és egy jazz darabbal, Oscar Peterson transzkripcióval, és hát kellett elég sokat gyakorolnom, de egyrészt szeretem is, úgyhogy végül is könnyebben ment, mint ahogy esetleg másoknak. A Pianissimo Fesztiválon idén egész Vajdaság területéről 7 iskola vett részt. A távolabbi településről érkezők is fontosnak tartották, hogy fellépjenek a gála koncerten. Második óta zongorázok. Azért választottam a zongorát, mert nagyon megtetszett a hangszer, és ma Haydn 16. szvítjének az első tételét fogom előadni. A verseny jellegű fesztivált harmadszor szervezte meg a Szabadkai Zeneiskola, hiszen a hangszertanulás nélkülözhetetlen eleme az összehasonlítás, a megmérettetés. Rögtön a kategóriák végén a zsűri eredményt hirdetett, valamint véleményt is mondott, tehát kicsit irányította a tanárokat és a diákokat is a következő évre, jó tanácsokkal látták el őket. A Szabadkai Zeneiskola vezetői a jövőben bővíteni szeretnék a fesztivál programját, és a zongoraoktatást népszerűsítő szemináriumokat és előadásokat is szerveznek majd.